Édenkert Tuzséron 58 fajta almafája kapott áldást a tuzséri emlékkertben, ahol számos őshonos gént tartanak életben. Újabb szupermenza Nyíregyházán, az Arany János iskola nyírszőlősi tagintézményében is egészségesebb és változatosabb lett az étkeztetés. Szakemberektől első kézből a Nyíregyházi kórházban nyílt nappal kezdődött meg a Várandóság hete programsorozat. Gyilkosság történt Szamosújlakon, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság még szerdán számolt be arról, hogy kedden szamosújlaki otthonukban egy férfit és egy nőt holtan találtak. A rendőrség most újabb közleményt adott ki, melyben megemlítik, hogy keddeste a 40 éves férfi otthonukban családi veszekedés során nyakon szúrta élettársát, aki életét vesztette, ezután a férfi magával is végzett. A vármegyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet elkövetésének gyanúja miatt folytat büntető eljárást. A tuzséri almáskert célja, hogy tovább éltessék a régi almafajtákat és a jövő nemzedéke is megismerje például a Hont vármegyéből származó leánycsöcsű almát, vagy a pálinkának való pónyik almát. Az első fákat 2018-ban ültették az emlékkertbe, ma már 58 fajta terem itt augusztustól november elejéig. A keleti régió alma génbankjában minden fajtából két fát ültetnek. Ültetett az Úristen egy kertet, Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Mózes első könyvéből idézett Bodnár Róbert református lelkipásztor Tuzséron, a református egyházközség emlékkertjében. Itt olyan almafajtákkal találkozhatnak az ide látogatók, mint az éva és a pálinkának is kiváló pónyikalma, vagy a ma nagyrészt Szlovákiához tartozó Hont vármegyéből származó leánycsöcsű alma. Ez valamikor egy gyakorló kert volt. Az általános iskolának ugye a gyerekek ide jártak a gyakorlókertbe különböző növényeket, hagymát, retkelt, egyebeket termelni. Nyáron még én is jártam ide, meg még én is itt végeztem az iskolát, tehát nekem ez egy emlék volt. Ez a terület egy elhagyatottá vált, az egyház területe volt, és akkor az egyházzal közösen úgy döntöttünk a kertbarátkör, illetve a református egyházközösség, hogy ide létrehozunk egy emlékkertet. Ennek van egy kertbarátklub tagunk, aki nagyon lelkes, és ő ezek a csemeték után járt, úgyhogy 58 fajta almafajta van most jelen pillanatban régi fajtákból ebbe a kertbe, amire kicsit azt mondom, büszkék is vagyunk, hiszen a környéken nem nagyon tudok ilyenről. Révész Gyula a Dunántúli Alma Génbankból hozta a régi ritka almafajták szaporítóanyagát, amelyeket a saját kertjében nevelt, majd ültetett az emlékkertbe. Minden fajtából kettőt, hogyha valamelyik kiszárad, vagy kártevők miatt elpusztul, nem maradjanak az adott almafajta nélkül. A parkot a Kertbarát Klub tagjai metszik és gondozzák. Néhány fánál azonban a legnagyobb odafigyelés ellenére is találni beteglevelet. Én úgy gondolom, hogy az idei évben valószínűleg jó almatermésünk lesz, bizakodunk benne, ugyan a fagykár azért sok gazdálkodónak problémát okozott. Most, ami teljesen aktuális a mai napon, az a növénykárokozók közül az almaforrasodás, illetve a kártevők közül az almamoly elleni védekezés. Én azt javaslom a gazdálkodóknak, hogy mindenki figyelje a saját ültetvényét, a kertjét, és ugye az aktualitásoknak megfelelően időben el lehet végezni a kezeléseket. Én úgy gondolom, hogy most még az ültetvények nagyon szép állapotban vannak, tehát kevés az elhanyagolt kert, bízom benne, hogy fogják ezt tudni tartani és a gazdatársak. Ehhez viszont még sok csapadékra van szükség, és ha a természet nem is mindig kegyes a gazdákhoz e téren, más technológiák is tudják segíteni a megfelelő vízmennyiség utánpótlását. Kiemelt program keretében dolgozunk azon, hogy a korszerű gazdálkodáshoz szükséges öntözővíz mindig mindenhol rendelkezésre álljon. Az, hogy milyen jövő előtt állunk, nagyon sok dologtól függ,
természetesen azt tudjuk, hogy Ukrajnával történő Európai Uniós tárgyalások megkezdése számunkra azt jelenti, hogy új helyzet van, új stratégia kell, és a háború után, amennyiben végre majd megállapodnak a tárgyalóasztalnál, nagyon valószínű, hogy Ukrajnának a megmaradt területe az az unió részeivé válik majd, és nekünk ezt kell figyelembe venni. Tehát tudás, korszerű technológia, korszerű fajták és a különleges piaci igényeknek való megfelelés számunkra alap. Az Alma Szentelő ünnepség végén a Nagy Sándor Kertbarát Klub megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 2018-ban állított emléktáblát is megkoszorúzták, ezzel együtt pedig az örökös elnökre, Szép Bélára is emlékeztek. Tisza Eszláron folytatódott a polgári esték programsorozat, ahol Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője beszélgetett Hölvényi Györggyel a közelgő választások tétjéről. A KDNP Európa parlamenti képviselője szerint a Fidesz-KDNP jelöltjei továbbra is Magyarország érdekeit képviselik Európában, valamint azt, hogy mielőbbi békekötésre van szükség a szomszédban dúló háború felei között. Az elmúlt 5 évből ez volt a legizgalmasabb magyar szempontból, hogy amíg a csapat egyik fele az tényleg Magyarország érdekéért minden körülmények között és sokszor nagyon nehéz körülmények között kiállt, másik tulajdonképpen egészen egyedülálló módon ellene drukkolt. Na, ebben a tiszaesztáriaknak azt hiszem az a fontos, hogy olyanokra, akikről meggyőződhettek már, hogy Magyarország érdekeit képviseli, mindenképpen erre kell szavazni. A másik, és ez is egy nagyon fontos kérdés, itt a szomszédban háború van, sorozzák az embereket, szedik össze az embereket, háború van. Két éve, és tudja, itt pontosan lehet tudni a következőt. Békét minden áron, ez szerintem a másik, ami hangsúlyozom, nem Tisza Esztáriként, de mindenképpen azt hiszem a legfontosabb. Újabb szupermenzát adtak át Nyíregyházán. Az önkormányzat 4 évvel ezelőtt kötött szerződést az innovatív színes közétkeztetési módszert alkalmazó társasággal. Ezúttal a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium szőlőskerti tagintézménye csatlakozott a programhoz. Idén már 4 intézmény konyhájának és étkezőjének felújítása történt meg 63 millió forintból. Ünnepélyes szalagátvágással adják át a legújabb szupermenzát a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium szőlőskerti angol két tannyelvű tagintézményében. Olyan modern étkezési környezetet teremtettek, ahol a praktikus elemeket ötvözték a vidám üdeszínekkel. A székek, asztalok és a falburkolat könnyen takaríthatóak és kopásálló anyagból készültek. Ezen kívül edukációs tartalmakkal is díszítették a teret. Annak idején egy tévéműsorban kérdezték tőlem, hogy melyek azok az ételek, amiket a gyermekek kevésbé kedvelnek, és gyorsan rá tudtam vágni, hogy jellemzően a belsőségek, vagy például a hal és a gomba, amiket viszont mindegyiket adni kell, hiszen van egy táplálkozás egészségügyi rendelet, annak ellenére is a kínálat része, hogy esetleg a gyermekeknek nem annyira a kedvencük. És akkor jutott először eszembe, hogy akár erre is rá tudjuk fűzni ezt a projektnek az edukációs részét, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak a beltartalmi értékére, azoknak az élelmiszereknek, élelmiszer összetevőknek, amik aztán elkészülnek ezek az ételek. Ezt követték a vitamintáblák, amikor már az összes nyomelemre, összes vásványagra és minden másra is képi tanítási módszerekkel feltüntetjük, hogy milyen alapanyagokban miket találnak. Így az évek során, amíg odajárnak az iskolába, tulajdonképpen a magolás élménye nélkül, de mégis azt gondolom, hogy hozzá tudunk járulni ezzel egy egészségesebb táplálkozásra, tudatosabb életmódra felnövő generációnak. A konyha technológiát illetően energiatakarékos és modern berendezéseket is beszereztek, amik a vendégtérből ugyan nem látszanak, de olyan étkezési metódust tesznek lehetővé, amelyekkel sokkal könnyebben, gyorsabban készülnek el az ételek. Így például a rántott hús sem bőzs zsiradékban, hanem olajpermetben sül. Minden új, de ugye bent a konyhában is, ahol készülnek az ételek, ott is nagyon fontos eszközöket szereztünk be, több mint 63 millió forintba került,
És hát én azt remélem, hogy itt ezt Nyírszőlőbe, ebbe a jó működő iskolába még külön értékelik. Sokszor hallottam a polgármestereseket mellé, hogy csak a város, mi nem is a város vagyunk, nem történik itt semmi. Hát hogy ne történne, ugye itt ez elkészült, azelőtt Borbányán adtunk át egy szupermenzát, azelőtt Kertvárosba, tehát nem csak a belvárosra korlátozódik ez a program, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Ugye Hunkasztal ilyen szerződést kötöttünk 2020-ban, amiben szerepel a szisztematikus konyha és étterem felújítás is. Ez most már a 6. iskola, ahol ez megvalósult. Nyírszőlős azért is különleges helyszín, mert itt található a vármegye egyetlen általános iskolai kollégiuma, de működtetnek gyermekek átmeneti otthonát is. Nem csak napközben veszik igénybe a gyerekek, hanem gyakorlatilag minden napszakban, az év majdnem minden napján, a kollégiumban nyáron még táborozhatunk is, tehát igen intenzív igénybevételnek van kitéve ez a konyha, de nagyon örülünk annak a pedagógiai munkának, amit folyik az iskolában, hiszen kiváló teljesítménnyel tudnak tovább tanulni a gyerekek, és egy nagyon jó környezetben tanulnak. 2021-ben az Elk iskolában, 2023-ban a Kodály iskolában készült el a szupermenza, az idén pedig további 4 intézményben, a Zrínyi gimnáziumban, a Szőlőskerti, a Kertvárosi és a Petőfi tag intézményben alakította ki szupermenzát. A 6 program összesen 99 millió forintba került. Első kézből szakemberektől tudhattak meg információkat csütörtökön a Várandóság hete programsorozat keretein belül az érdeklődők a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórházban. A program egyik célja, hogy az érintettek ne az online közösségi felületekről gyűjtsenek információkat a szülési körülményekről. A rendezvényen számos érdekes programmal várták az érdeklődőket. Bemutatták a nőgyógyászati sürgőségi ambulanciát, a terhes ambulanciát és az ultrahangvizsgálót is. Ez egy CTG gép, amit itt látnak, ezzel fogjuk meghallgatni a magzatnak a szívműködését, és van egy másik fej is, ez pedig egy tokofejnek hívjuk, ez pedig a méhnek a magasságába tesszük föl, tulajdonképpen a fájásoknak az erősségét fogjuk ezzel megvizsgálni. Jó, ez akkor, amikor bejönnek ide a szülőszobára, akkor ezt önökre fogjuk helyezni, és tulajdonképpen ezzel folyamatosan monitorizáljuk a magzatot. Enyedi Andrea vezető szülésznő kíséri körbe a szülőszobán a leendő édesanyját és édesapát a Várandóság hete alkalmából a Nyíregyházi kórházban. 2014 óta nyílik lehetőség arra, hogy a kismamák minden félelem és kétség nélkül megismerkedjenek a várandós gondozás és vajudás körülményeivel. Idén is sokféle érdekes programmal várták az érdeklődőket. Bemutatták a nőgyógyászati sürgősségi ambulanciát, a terhes ambulanciát és az ultrahangvizsgálót. De a kiállított standokon is minden várandóságot érintő kérdésre választ lehetett kapni. A vajudás során Nyíregyházán több lehetőséget is fel tudnak ajánlani. A háborítatlan szülés az egyik legkedveltebb módszer a kismamák körében. Fel tudjuk ajánlani nekik a vízben való vajudást és vízben való szülést, illetőleg rendelkezünk gimnasztikai labdával, bordás fallal, vajudó matraccal, a szülő ágyunk is szétszedhető több pozitúrában, amilyet a kismama éppen szeretne, akár ülve, akár négykézláb, vagy ahogy éppen ő szeretné, hogy megfelel neki abban az adott pillanatban, amikor éppen vajudik. A Nyíregyházi kórház az ország egyik legnagyobb szülészetével rendelkezik. A 2023-as évben több mint 3600 szülést vezettek le. A program egyik fő célja, hogy megnyugtassanak mindenkit, és az érintettek ne az internetes felületekről gyűjtsenek információkat a vajudás körülményeiről. A megszületés utáni pillanatban anyukának oda tudjuk adni a kisbabát, hogyha a baba is, meg az édesanyuka is jó állapotban van. Hogyha ez császármetszéssel történik, ez a megszületés, akkor mód van arra, hogy anyukának a mellkasára tegyük a babát, végig császármetszés befejezéséig ott maradhat az anyuka mellkasán. Ha anyuka ezt nem kívánja, akkor ott van apuka, aki már várja a kisbaba érkezését, és hogyha a gyermek állapota megengedi, akkor apuka mellkasára helyezzük a babát, amit apukák ki is használnak, és nagyon imádják ezt a folyamatot, és ez nagyon pozitív hatással van a mama, az apuka és egy újszülött kapcsolatára a továbbiakban. Utána a gyermek kikerül hozzánk az újszülött részlegre, de csak egy nagyon rövid ellátás, megmérítjük, felöltöztetjük, és visszakerül édesanyához és édesapához.
A várandóság hete pénteken a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Karán folytatódik. Ekkor az Adorján Gusztáv Tamás emlékkonferencia keretein belül a várandóság és az egészséges életkezdetről lesz szó, megőrizve ezzel az elhunyt főigazgató eszmeiségét és a szülőnők iránti elkötelezettségét, szakmai hagyatékát. Péntektől tovább zuhannak az üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal csökken a töltőállomásokon, írja a holtankoljak.hu. Eközben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy az üzemanyagkereskedők együttműködése sikeres a kormánnyal. Elmondta, a kormány szerdai ülésén áttekintette az üzemanyagárakat, és megállapította, hogy a jelenlegi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. Az újabb csökkentéssel a 95-ös benzin literjéért 616, a gázolajért 607 forintot kell fizetni péntektől. Az Anima Muzicé Kamara Zenekar és Balázs János Zongora művész közös estjével ért véget a Philharmonia Magyarország idei hangverseny sorozata Nyíregyházán. A műsorban Grieg, Liszt, Ferenc és Csajkovszki műveit hallhatta a Kodály hangversenyterem közönsége. A zene lelkéről elnevezett Anima Muzicé Kamara Zenekar 2010-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatóiból. A zenekar junior primadíjas, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím birtokosa, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese. Több nemzetközi verseny és hazai díj kitüntetettje, Budapest és Európa rangos helyszíneinek állandó szereplője. Nyíregyházán először hallhatták őket a komoly zene barátai. A kamara együttes az ország számos pontjára elviszi a zenét, gyakran játszik fiatal közönségnek is. Rendkívül sűrű a programunk. 3-4 naponta játszunk ebben a májusi-júniusi időszakban, aztán július, az pihenéssel telik, meg megyünk Portugáliába, meg Olaszországba egy-egy koncertre, de hát most nem unatkozik a zenekar, rengeteg fellépésünk van, aminek nagyon örülünk, és hát próbáljuk elérni azt, hogy a sűrűséggel együtt azért minden koncertünkön megszólalhasson az Anima Muzicé, vagyis a zene lelke. A keddi hangverseny a Táncoló Fantázia címet kapta. A műsorban Grieg Holberg szvittje, Liszt magyar fantáziája és Csajkovszki vonós szerenágya csendült fel. Az est szólistája Balázs János volt, aki nagyon szívesen koncertezik Nyíregyházán. Élete első zongora versenyét itt nyerte meg 8 esztendősen, ezért mindig nosztalgiával áll a vármegyeszékhely közönsége elé. A Kossuth és Liszt díjas művész missziójának tekinti azt, hogy a magyar zenét a világ számos pontján megismerje a közönség. Világszerte, Olaszország, Németország, nagyon sokat játszom, de ami ettől sokkal fontosabb, mert ezek számszerű tények, az az, hogy mindenhol azt csinálhatom, amit a Jóisten nekem adományozott tehetséget kibontakoztathatom, és az, hogy bárhol játszom, ott azért zömmel magyar muzsikát játszom. És ez Kínától, Japánon át mindenhol hatalmas sikert arat. Ez azért jelzi azt, hogy a magyar zene, a magyar örökség az egy világkincs. A Philharmonia Magyarország következő évadára már megvásárolhatóak a bérletek. A fellépők között lesz a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Pörszül Kórus, a Budapesti Fesztivál Zenekar, a Szabolcsi Szimfonikusok, és jövőre ismét koncertezik majd Nyíregyházán Balázs János is. Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a 6. helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A klub vezetői már a következő idén csapatát építik. Meri Mehmedovics marad a vezetőedző, és 6 játékos is elkötelezte magát a folytatás mellett. Új edzővel, Horváth Ákossal és számtalan új játékossal vágott neki tavaly ősszel a bajnokságnak a nyíregyházi csapat. Az eredmények azonban nem jöttek, a bajnokság felénél mindössze 2 győzelemmel az utolsó helyen álltak a cápák.
Tavasszal már Merin Mehmedović irányításával lényegesen eredményesebben szerepelt a csapat, és végül a 7. helyen fejezte be az alapszakaszt a Nyíregyháza. A szezon elején az volt a probléma, hogy elején kikoptunk ilyen csapatok ellen, akit nem is terveztem, hogy kikopni fogunk. És ezt a meccseket hozni kell vissza. Persze, hogy utána kell matematikázni és gondolkozni, hol fogja végezni a csapatunk. Szerintem, mikor elindultunk és mindenkit megvertek, akkor kaptunk egy olyan indulat, magabiztosság, és itt nyertünk az a csapatok, aki most mögöttünk van. Vásas volt a harmadik, most mögöttünk van. TF volt a hatodik, akkor mögöttünk van. Miskolc, Jászberény, Debrecen, mindenki ez a pillanatban, amikor elindultunk, előttünk van, és most mögöttünk maradt. Nagyon sok jó meccs játszottunk, Mauc megvertünk, Maucon, Pécs, itthon, és megmutattunk, hogy mi az a csapat vagyunk, Nyíregyházi, aki mindenkire veszély, és így kell tovább is csinálni. A rájátszásban az Újbuda Mavsz ellen 2-1-re alul maradtak a Cápák, majd a Vasas Akadémián túljutva a BKG Prima Akadémia kosárkülönbséggel jobbnak bizonyult a Nyíregyházánál, amely így végül a 6. helyen zárta a bajnokságot. Ha próbálom ezt a párholmot visszanézve értékelni, akkor azt látom, hogy csak pozitívokról tudok beszámolni, hiszen egy hajszálon múlt, miután bejutottunk a legjobb 10-be, majd a legjobb 8-ba, utána már a Mavsz ellen egy igazi kiki mérkőzésen dőlt el a sorsunk, hogy esetleg 4-be jutunk-e. Ezt ha valaki nekem decemberben mondja, akkor nyilvánvalóan nem hiszek neki, hiszen az utolsó helyről sikerült felkapaszkodni. Majd ott a Vasassal ugye már az 5.-6. helyért dőlt el, hogy fogunk-e játszani. Őket sikerült kiejteni, a BKG ellen viszont összességében alul maradtunk, de még egyszer mondom, ha az összképet nézem, akkor a 6. hely ilyen előzmények után abszolút pozitívunként értékelhető. Az már eldőlt, hogy Merin Mehmedović marad a vezetőedző, és egyben az egész klub utánpótlás nevelését is felügyeli a szakember. Véleménye szerint ugyanis hosszú távon csak saját nevelési játékosokkal lehet eredményesen szerepelni. Jövőre, ha együtt fogunk dolgozni, az nem lesz ilyen, hogy vannak a játékosok, aki rutírosok, aki sérültek, de most új irány, egész magyar kosárlabdának kell lenni, hogy fiatalok kell valahogy összerakni a csapatból, és egész klub úgy kell figyelni, hogy óvoda kosárlabdától, felnőtt kosárlabdáig mindent kell kontrollálni, mindent kell felügyelni, mert én látásom előre szerintem ugyanaz lesz, hogy régen, aki tud csinálni játékosok, jó csapat lesz, aki nem tud csinálni játékosok, és bízik csak vásárlásból, átlagos csapat lesz. A játékosok még a jövő hét közepéig edzenek. 6 biztosan maradnak, és 2 érkező kosarassal is megállapodtak a klub vezetői. Vannak további kiszemeltek, velük kapcsolatban később születhet döntés. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Közel 60 féle a Kárpát-medencéből származó almafajta génjeit tartják életben Tuzséron egy emlékkertben. 2018-ban ültették ide az első fákat, amelyeket minden évben megáldanak. A rendezvényen az is elhangzott, bár a meleg idővel a kártevők is hamarabb érkeztek, idén jó almatermésre számíthatnak a gazdák. Újabb szupermenzát adtak át Nyíregyháza vonzás körzetében. A különleges étkeztetési módszert az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium szőlőskerti tagintézményében alkalmazzák a jövőben. Az iskolában felújították az ebédlőt és olyan energiatakarékos modern konyhaberendezéseket is beszereztek, melyekben gyorsabban készül el az étel, magasabb a beltartalmi értékük, ezáltal pedig egészségesebbek is. A várandóság hete van. A Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Kórház és a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának közös szervezésében tartottak csütörtökön nyílt napot a Nyíregyházi József András Tagkórház szülészet-nőgyógyászati osztályán. A rendezvény célja, hogy a kismamák minden kétség és félelem nélkül szét tudjanak nézni a szülőszobán, és időben informálódjanak a lehetőségekről. Május 9-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb pénteken este. Várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pinteken alapvetően napsütéses, kellemesen meleg koranyárias napunk lesz, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután gomoly felhősödés veszi kezdetét, de keleten, észak-keleten csak egy-egy kisebb területen eredhet el az eső. A hőmérséklet napközben 19 és 24 fok között valószínű.